Az előző részből. A szlovákiai Energofish team jóvoltából, Mirónak és Andrejnek köszönhetően kedvet kaptam a békés halak horgászatára. Igencsak megtetszett a fekete víz, a kis Duna, amely mentén eljutottam jókára a vízimalomhoz. Ahogy elérkezett a nyár, már ott is voltam az ekoparkban, Barcival, hogy a compók nyomába eredjünk. Nem kellett sokat várnunk. 2 órán belül telefogtuk a szákot olyan compókkal, amilyenről eddig csak álmodni mertem. A compó! Jaj, de gyönyörű halacska! És éreztem, hogy ez nem ponty lesz, nem dévér lesz. Jaj, de kis harcias, főleg a fával együtt. Nem is kicsi. Húha! Ajj, de harcos vagy! Ó, de csodálatos vagy! Végre! Az év hala, és milyen szép, hibátlan pikkely képlettel, gyönyörű, szép nagy úszókkal. Sejmes vagy szinte, siklik az ember keze. Azt a mindeni. Fantasztikus, azért tudsz így védekezni, mert barátom, neked ekkora szép nagy hátúszód van, és mellúszóid is hatalmasak. Óriási nagy. Farok alatti úszó is. Meg ez a jó erős lapát farkad. Jó, tudom, hogy pici szemed van, de nagyon szép szád. És hol van a bajszod? Aha, csak van bajszod. Ezen beszélgettünk Marcival, van-e bajszod, vagy nincs? Hát van, de csak egy kis, nagyon pici kis cigány bajusz. Na jó van, drágám, menj vissza. Csak betévedt egy kisebb, de annál erősebb potyka is a merőtőszágba. Neki még nőnie kell, és talán 3-4 év múlva visszajövök érte. Hamarjában vissza is eresztettem őt a Csernabodába. Kedvet kaptam a pontyfogáshoz. Nagyobb példányok reményében szálltam csónakba. Kerestem egy árnyas helyet, ahol mozdulatlan elrejtőztem. Csak pár szem kukoricát szórtam csalogatásul, és kevéske mézes búzát, hogy a keszegek fellármázzák a környéket. A felszín altató nyugalma alatt igen népes keszegraj lepte el az etetést. Erre vártam. Előbb-utóbb a ponty is észbe kap. Türelemmel vártam. Tudtam, hogy a nagyobb korokra fűzött műanyag csalit ezúttal csakis potyka veheti fel.
Egy kegyetlen megtépés után ismét csak egy kétnyaras jutott részemre. Boldog voltam. Fárasztás volt, szép kapás. Mi kellene több? Diószegről még nem meséltem. Szeretem az irodalmat, természetesen a világirodalmat is, de bevallom, eddig halvány fogalmam se volt Andrej Slatkovics szlovák költő, irodalomkritikus, újságíró és műfordítóról. Pedig olyannyira nagy géniusz lehetett, hogy a majd 1000 éves település nevét hip-hop átkeresztelték az ő tiszteletére. Nem is Diószegen született, hanem Korponán. Diószeg, avagy Slatkovicsovo még más egyébbel is büszkélkedhet. A történelmi Magyarország egyik legjelentősebb cukorgyára, a Diószegi Cukorgyár RT 1867-ben alakult, alapítói a dél-morvaországi Kufner és Gutmann család tagjai voltak. Az egyedülálló ipartörténeti jelentőséggel bíró épület még ma is épségben látható. A cukorgyár nagyban hozzájárult a település városi rangra emeléséhez. Nem jártak rosszul a betelepülő kufnerek sem. Angol kastélyukat megszégyenítő neobarok pálmaházas kastélyá építették, a birtokukba került Eszterházy, majd Zichy kastélyt. Amivel sajnos nem kaptam bebocsátást, bár igaz, most valamiféle oktatási intézményként üzemel. 400 méterre, ott volt elvíj. Karcsi, azt tudod, hogy hajóvonták találkozásra szigorúan tilos ezen a vizen? Köszönöm szépen, ne haragudj már! De komolyan kikötöttem, vagy pontosabban csak ráhurkoltam egy fára, és nem tudom mit. Meglátogatom Marcit, mit alkotott. Én addig itt keszegeztem egy kicsit. Jó. A diószegi kitérőt követően újra csónakba szálltam, és rácsorogtam Marci etetésére. Hát, ha sikerül ellopnom előle egy termetesebb halat. Marci nem sértődött meg. Igazi, önzetlen barát. Még jó tanácsokkal is ellátott. Úgy lenne jó, hogyha csak épp hogy kilátszik a piros antennája, ott a fekete részben, ha kilátszik egy kicsi, az nem baj, mert akkor leraktuk a jelzőolmot már a fenékre, itt a stabilitás a lényeg. Elég egy kis olmot rátenni, gondolom. Hiába állítja be valaki jól a szereléket, ha éppen elszenderedik kapás időben. Míg én bóbiskoltam, Marci ébren figyelt. Ez az úszó meg milyen közel van már. Így, de közel jött ezt. Marci, mi volt itt? Na. Na, ezt jól lelopta. Figyelj, úgy gondolom, hogy én a tuti nagy halra megyek most. Na hát, és ott van a célhalunk, a tinka-tinka. Szép, Marci? Gyönyörű. Szája Fantasz. Milyen színű? Mert láttam olyat, amely ki van ruzsozva, szinte piros volt a szája körbe. Fantasztikus egy hal. Melyik árnyalatú, a zöld vagy a sárgás? Ez inkább a sárgás. Engedd vissza, ne is lássam. Hát te mi vagy? A végén még az álmos horgásznak is összejön ezen a csodálatos vizen. Nagyon szép. Aminek a történetét Karcsi mesélte el. Ámulva hallgattam. Itt nőttem ezen a vízen fel. A nagyapám, édesapám mindig hordott ide halászni. 4-5 éves láttam így. Akkor, mikor ívott a hal, akkor kijöttünk 2-3 hálóval, gyönyörű kiló, 2 kilós arankán rászokott, 2-3-4-5 kilós compókot kiszedtük rá a szekérre, és haza. Aztán szétosztott. Szekérre hordtátok valamit? Az biztos.
No, akkor lehetett, akkor úgy volt, hogy ide nem járt horgászni, senki halászni, csak Födémösön volt 5 halász. Uh-huh. Ma minden másik halban horgász van, de hát ezek olyan horgászok. És akkor mi lett ezzel a szekér hallal? Szétosztottuk. Aztán a élet elvitt jobbra-balra, és 17 éve ezelőtt előttem ide, sok munkám volt, mondom, kikapcsolódok, eljövök a régi vizekre horgászni. És mikor idejöttem, akkor majhanyag csapoltam, itt nincs víz. 72-ben ezt lezárták, ezt a öreg medret, és megcsinálták a új medret. 4 kilométerből csináltok 700 métert a új medret. Elmocsarasodott, aztán a sok levéltümer, ahogy látod, a fák voltak körbe, befődeződött, és egyszerűen ez a kénhidrogén megölte összes halat. Mint hogyha villám ütött volna belém, hogy én mentsem meg ezt a részt, ahol én fölnőttem, és a következő generációknak mutassam meg, hogy mi volt az a paradicsom, ami akkor volt, 72 előtt, és hogy a következő generáció tudja azt ott, hogy ilyen is létezik. A barátok segítettek. Önzetlenül minden szombat vasárnapunk a szabad időnk ráment egy évig, hogy az első lépést tudjuk megtenni. Kézzel, gerebjével, és nem tudom mivel, húztuk ki a békalencsét, ott a vízből haltunk meg. Ez kézzel, és azt hittük, hogy azt ott, mintha kihúzunk, belerakjuk a halakot, akkor már oké. Össze mindent, mind megdöglött. Utána másik éven hívtam egy kotrót, az egy picit kikotorta, egy évig vártunk, aztán megint nem volt jó. 99%-a ismerőseimnek elítélt, azt mondta, hogy hülye vagyok. Na, de most már látszik az, hogy még sző úgy van. 7. évre, mikor ez már tulajdonomban volt, és már kezdtem revitalizálni, a revitalizálás folyamatban volt, arra jöttem rá, hogy a nép ezt akarja. 4 kilométer hosszúságú ez a víz. 3 kilométer már revitalizálva van, uh-huh. És szeretném még a 4. kilométert is befejezni. Hogyha az sikerül, és át tudom adni a következő generációnak ezt a vizet, azt hiszem, hogy egy pár évet utánom fogja tudni a nép, hogy ilyen is létezik. Azért ilyen több állat van itt, hogy a gyerekek, hát a mai világban már tyúkokot se ismerik, se a pulykát, se őzet, szarvast, muflont, vaddisznót, igen. Rendes disznót, ezt mind nevelünk. És merem állítani, hogy szegényebbek azok az emberek, akik nincs ezzel tisztában, hogy mik a természet értékei, miben él egyáltalán, hogy csak biztos. A játék van előtte, a televízió, meg van a kényelmi dolgok, és mennyivel másabb az, amikor az ember a természetnek a része. Hát, így van. Na, hamarosan azért én is a természet része leszek ismételten, és ráhajtok egy nagy compóra. Nyugodtan. Azért visszatértem Marcihoz, nehogy csak ő fogjon az napcompót. Teljesen visszajött ide a partba, képzeld, de azt sem tudtam, mit csináljak. Fűszálat is fogott az előbb. Na,
lecsusszant. Nézd csak, Marci. Látod? Igen. És ilyen szép narancssárga szeme van így körbe, és hatalmas nagy fekete, mint a pupillája lenne, úgy néz ki egyébként. Nézem, milyen szép. Laci a Relax Központ másik motorja. Mindig tesz, vesz, nem is nagyon láthatják őt, viszont mindig ott terem, ha segítség kell. Majdnem 20 éve segíti Karcsi őrült ötleteinek megvalósítását. Igazából kertész, de kitanulta a szakácsászatot is, aminek őszintén örültünk. Kóstoljátok meg a Ecoparknak a gyümölcseit. Okay. Akkor kezdem egy növényevő állattal, vagy egy mindenevővel, a pontja. Amit igazán tréfát is tek van belőle, tudja, Marci. Nem kicsit, és utána majd jön a harcsa. A bőséges vacsora után egy teliholdas, magányos, éjjé pecázásra vágytam. Szompó, ez nagy ajándék. Ez a hal, ez már nagyon ritka, és hogy ilyen állományra rendelkezzen egy víz, mint ez a fekete víz, ez nagyon nagy ritkaság már önmagában is, és hogy ilyen egészséges halakat lehessen látni, ez a természetnek egy különös ajándéka. Úgy gondolom, hogy az éjjeli fáradozást is megéri, hogy ilyen szép halakat láthassunk. Na, menj vissza szépen! Hosszú volt az éjjel virrasztás, mégis korán keltem. A madácsi vitelős reggel sem okozott csalódást. Ugyanott horgáztam. Reméltem, hogy a halak nem hagyják abba, és ugyanúgy kapókedvűtnél lesznek, mint eddig. Éjjel több combó is tiszteletét tette. Úgy látszott, ők lepihentek az éjszakai dolgozást követően.
kezdtem megszeretni ezt a fajta, mondhatni klasszikus horgászatot, figyelni a nyugodt vizet, de az ember mégis tudja, érzi, hogy bármelyik pillanatban történhet valami. Türelemmel, kitartással vagyunk, a siker biztosan nem marad el. Combóimra biztosan sokáig emlékezni fogok, és amikor eszembe jutnak a fekete vizen eltöltött napjaim, őket látom majd lelki szememmel. Visszatérek majd az Ecorelaxba, és kifogom életem legnagyobb rekordlistás combóját.